Az elmúlt 4 szezonban győzelemmel távozott Pétfürdőről az NTK, így a legutóbbi 5 meccsen vereséget szenvedő nyíregyháziak azzal a célral utaztak Veszprém megyébe, hogy megtörjék rossz sorozatukat. A vendégeknek az utolsó dobásokig meg is volt az esélyük a sikerre, végül azonban a hazaiak a kis különbséggel is otthon tartották a 2 pontot. Az elsősorban Szlovenszki Tibor 622 fás nagyszerű teljesítménye a mérkőzés legjobbjának is bizonyult. Ennek köszönhetően Tibi nagyon sok fát hozott a csapatnak, mi mellett a Magyarorsi Péternek csupán 13 fán múlott a pontszerzése, és azt lehet mondani, hogy már ekkor le lehetett volna tisztázni ezt a párharcot. A másik párban jó magamnak 579 fával szintén sikerült pontot szerezni, míg mellettem a Szegő Leventének még kevesebben, mint a Péternek, ugyanis 7-es fával múlott az, hogy nem sikerült a csapatpontot elhozni, és ezért alakult izgalmasan ez a mérkőzés, ugyanis ekkor 2-2 arányban, de még plusz 72 fával mi vezet. Mondom se kell, hogy ha Péternek is, illetve a Leventének is sikerül a pontszerzés, akkor már 0-4 arányba vezethettünk volna, de hát ezek a mérkőzések erről szólnak, hogy apróságokon múlhatnak. A záró sorban a hazaiak hátrányukat ledolgozva fordítottak, így a nyíregyháziak sorozatban 6. vereségüket szenvedték el. 7 fordulót követően a Szeged és a Répszalag hibátlan teljesítménnyel áll a Szuperliga tabellájának első 2 helyén, a Nyíregyháza pedig 2 ponttal a 11. helyet foglalja el a 12 csapatos mezőnyben.